ő egy 10 éves házi cica. Körülbelül egy másfél hete járt nálunk először a rendelőbe, olyan panaszokkal, hogy nem evett. Akkor vett észre a kollégám, hogy nagyon csúnyák betegek a fogai, gyulladt az ínye, rengeteg foga már mozog, és ezt rendbe kellett hozni mindenképpen ahhoz, hogy egyáltalán ő enni tudjon még valaha is. Úgyhogy el lett bódítva, és a rossz fogai ki lettek húzva. Azt hiszem egyetlen egy szemfoga maradt neki tulajdonképpen, ami nem sok, de igazából macska fog nélkül is tud enni, csak egy tépesebb eledelt kell adni neki. Azóta több kezelésen is volt, eleinte visszajött az étvágya neki, de most ma úgy jöttek megint, hogy nem nagyon volt étvágya, csak sokat iszik. Szegény egy kicsit ki is volt száradva, és vérszegénynek is tűnik, az látszott rajta rögtön, hogy nagyon világos színű a bőre és a nyálkahártyái. Valószínű, hogy egyéb betegség is lehet a hátterében, ami miatt majd további vizsgálatokra lesz szükség. A felépülését nehezíti, hogy szegény már nem fiatal, tehát 10 éves kor az, főleg egy ilyen betegséggel, ilyen fog problémával, az már idősnek számít macskánál. Injekciós kezelést kapott, és visszahívtam egy 2-3 nap múlva, amikor megismételjük ezt a kezelést, valamint felírtam neki egy pasztát, ami azt mondtam nekik, hogy olyan, mint az űrhajós jeleség, fehérjék felbontva, aminosavakra bontva találhatók benne. Nagyon sok vitamin is van benne, és tele van energiával, tápanyaggal, és a vitamin hiányát is pótolja. Reméljük, hogy jobban lesz hamarosan.